Az emberben és más fajokban ez idáig ismeretlen idegsejttípusokat azonosító kutatási program zárult le Tamás Gábor professzor vezetésével a Szegedi Tudományegyetemen. A szegedi projekt a közelmúltban világszerte elindult az 1960-as évek űrversenyével összevethető nagyságrendű agykutatással kapcsolatos keretprogramokhoz illeszkedik. A csoport kutatási eredményei a tudományterület legmagasabb színvonalú lapjaiban jelentek meg, és világszerte széleskörű média visszhangot váltottak ki, sőt, eredményeikkel megelőzték Elon Musk hasonló irányú kutatását, illetve felkeltették a NASA érdeklődését is. Olyan idegsejteket fedeztünk fel az emberben, amik az állatokban nem fordulnak elő. Az állatokban nem létező emberi sejtípusokat olyan módszerekkel tudjuk most már vizsgálni, amit saját magunk fejlesztettünk, és a korábbi állatkísérleteken alapuló hipotéziseinket megerősítettük emberben, illetve olyan hipotéziseket, olyan jelenségeket tudunk vizsgálni emberekben, ami állatokban nem fordul elő. Tehát gyakorlatilag nem titok az, hogy vannak olyan világszerte ismert vállalkozók, akik a agy-számítógép interfészt vizsgálják, és ezt ebbe az irányba próbálnak fejleszteni. A mi agykerekbe helyezhető elektródáink felveszik a versenyt az ő megoldásaikkal, sőt azt is tudom talán mondani, hogy a térbeli felbontásuk és a mechanikai megbízhatóság az talán még jobb is azoknál. Pont abba az irányba szeretnénk haladni, ami mások számára nem elérhető, az általunk fejlesztett egyedi műszeres környezet folytán. Tehát olyan témákat veszünk elő, vagy olyan témákat bontunk ki, amit mások hiába szeretnének vizsgálni, nincsenek meg hozzá az eszközeik.